Már-már késő tavaszi hőmérséklet köszöntötte a jelenlévőket, akik ellátogattak Bonyhádon március 5-én a kaszinótérre, hogy a város jelentős kulturális hagyományőrző egyesületeivel karöltve együtt búcsúztassák el a telet. A Völcsék fővárosában még a 90-es években rendezték meg az első városi farsangot, akkor még a Német Nemzetiségi Kórus szervezésében, aminek feladatát később a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ vette át. A városi farsangot kezdetben szombaton tartották, azonban pár év után a keddi napra tértek át, amely sokkal inkább az időszakhoz köthető. Kedd a farsang utolsó napja, és ekkor volt régen is a nagy mulatozás, mert utána pedig jött a hamvazó szerda, amikor már nem lehetett mulatozni, elkezdődött a nagy bőjt, és az utolsó keddet használtak fel arra, hogy egy nagyot mulassanak. És ez így volt a magyaroknál, székelyeknél, németeknél, mindenhol. A farsangfal kimulatságok fontos eleme a felvonulás is, amely szintén visszatérő eleme Bonyhád télűző rendezvényének. A Bartók Béla ifjúsági fúvószenekar jeladásával a résztvevők elindultak a város fő utcáin, hogy hangos zajcsapással és énekükkel elűzzék a leghidegebb hónapot. A gyerekek körbejártak a falut, mégpedig egy kerékre helyezett Jancsival és Juliskával, akik ha húzták a kereket, akkor az ott forgott a tetején, és minden házba bekopogtak, és kaptak kis ajándékot, ezen kívül a fiúk pedig szintén körbejártak a faluba, és bekopogtattak, és jó kívánságokat mondtak, és ezért pedig fánkot kaptak, valamint kolbászt. Ezt elvitték a falu végére, vagy egy présházba, és ott egy jót napmároztak. Ez volt a cipói szokás, és este pedig összejöttek a falubeliek, és egy nagyot mulattak. Tehát mi most ebből ragadtunk ki egy kis részletet. A kaszinótérre visszaérkezvén a hagyományőrző egyesületeké volt a főszerep. Először a Kránclány Néptánc Egyesület adott műsort, amivel a korábbi hagyományként élő cikói gyermekfarsangokat kívánták feleveníteni. Osztotta meg velünk Köllerné Kohilona, aki a kisebbségi önkormányzat elnöksége mellett a Néptánc Egyesület vezetője is. Ezután a Völcsék Néptánc Egyesület előadása következett. Ők a Kiszebábbal történő télűzést jelenítették meg. A jellegzetes baba szalmából készül, és általában egy nő alakot jelenít meg. Ezt később a felvonulás közben körbeviszik, miközben énekkel és különféle zajkeltő eszközökkel lármát csapnak. A kiszebábut el is égethetik, amit a rendezvény végén Bonyhádon is megtettek, ezzel a babona szerint a város lakóit megszabadítva mindenféle gondtól, bajtól az év hátra lévő részében.